Sziasztok fiúk, lányok, paplovag vagyok, és a mai nap két laptopot fogunk megnézni. Paplovak webshop, táska, póló, telefontok, minden, ami kimocsi. Link a videó alatti leírásban. Wow! Para csak paplovag! Egy arab felhasználó úgy is úgy fogja keresni, hogy MSI. Viszont van valaki, akinek mond valamit az, hogy MSI? Esport. Bizony. 1986-os cég az MSI, és bizony egy tájvani, nem kínai cég, akik alapból még annó alaplapokkal foglalkoztak és videokártyákkal, viszont a 2000-es évektől elkezdtek notebookokat is építeni. Emellett viszont ők voltak azok, akik lerakták az e-sportnak az alap és azóta is folyamatosan részt vesznek benne e-sport csapatokkal és mindenféle támogatásokkal, versenyekkel. Ez a brand itthon még annyira nem ismert. Itt ott találkoztunk videókártyákkal, alaplapokkal, laptopokkal elég ritkán, de most már itt vannak a gamer laptopok, és a rádium kínálatában ezeket megláthatjátok, megvásárolhatjátok. Nézzük, mit tudnak ezek. Két laptopot hoztam el. Az egyik nem más, mint a GL63 9SDK. Ő az, ami már egy kicsit komolyabb, és itt van a kis testvére, ami egy úgymond belépőszintű gamer laptop, a GF63 8SC. A laptopok mind árban, mind pedig teljesítményben különböznek, viszont leteszteltem mind a kettőt, és egy-két szót el is mondanék róluk. A GF63-ról azt kell tudni, hogy alapvetően egy vékony kis gépecskén, nagyon szép szácsiszolt dizájnnal a tetején, ott van rajta a szuper sárkányos logunk, hiszen az msi nak a sárkány a motívuma, és emellett a kábák is vékonyak. A laptop tetején megtaláljuk integrálva a mikrofont, és a webkamerát, már már egy ultrabook vastagságú kis gépet kapunk, aminek maga a kis pereme is nagyon szépen vékonyra meg van csinálva, hogy bizony ez árértékarányba ebbe a szegmensbe nagyon jó, hiszen nagyon olcsó. Azért, mert olcsóbb kategóriái nem azt jelenti, hogy rossz a laptop. Van benne egy 8. generációs i7-es processzor, van benne 8 GB RAM méghozzá DDR4-es, és a videokártya egyébként egy 1650, ami nem mellesleg a 10.50 tiájra olyan szinte ráver, hogy bizony az reggelig sírni fog. Az SSD egyébként egy harmadik generációs PCI Express SSD, szóval nagyon gyorsan fel fog állni a Windowsunk, és pikpak készek vagyunk arra, hogy játszunk. A gépet egyértelműen a fekete és a piros dominálja. Ez a szép fekete bizony szálcsiszolt, ami jól áll neki. Van egy egybe pad, amiből bár én hiányolom a két fizikai gombot, ettől függetlenül természetesen, hogyha lenyomjátok, ott vannak, csak el van rejtve alá. A billentyűzet háttérvilágított, méghozzá szintén piros színnel, ezt bármikor állíthatjuk, kikapcsolhatjuk. Az MSI logó szépen bele van égetve, nincsen külön kiemelve ezüsttel, ami nekem egy kicsit hiányzik, de ettől függetlenül, mivel, mint mondtam, ez tényleg egy letisztult dizájn, valószínűleg azért van, hogy semmi se akadjon fenn az embernek a szeme, hanem egyszerűen végig -siklik rajta, és azt mondja, hogy elég kisztán néz ki. A bekapcsoló gomb is valami ilyesmi, hiszen nem is külön gomnak érezzük az egészet, hanem ki van vágva lézerre egy rész, amire, hogyha jól rábökünk, akkor ki vagy bekapcsol a gépünk. Vannak jó megoldások, de vannak rossz megoldások is a gépen. Menjünk át a portokhoz, és akkor megmondom a rossz megoldásokat, hiszen én itt látok egy kis problémát. A gépnek a jobb oldalán megtaláljuk a mikrofon jacket és a hangszóró jacket, két darab USB 3.0-át, egy USB-C-t, az Ethernet csatlakozónkat és bizony a Kensington zárat. Bal oldalán találunk még egy USB 3.0-át és a töltőkábelnek a csatlakozóját, hátul, viszont találunk egy teljes értékű HDMI-t. Itt a problémám. Miért nem a hátuljára rakták a töltőjét? Ez az egyetlen kérdésem. Hogyha már oda tudnak rakni portokat, mint a HDMI, akkor sokkal kényelmesebb lett volna, hogyha nincsen össze-vissza mindenfele kábelünk, hanem hátra simán kimegy a tápkába, és tánc. A legtöbben egyébként a gamer gépeket, amik laptopok, hogyha hazamennek, miután egyébként utazgatnak, úgy szokták használni, hogy egy ilyen kis dobogóra felrakják, összecsukják és betolják. Na most sokkal kényelmesebb, hogyha nem jobb baloldalt lógnak belőle kábelek, hanem hátulra be tudod kötni, aztán vége van. Nem a világ legrosszabb megoldása, amit használtak, de valahogy úgy érzem, hogy ezen azért lehetett volna csiszolni. That's just lazy writing. Nézzük meg, mit tud a nagy testvér. Mit tud a GL 63 9DK. A legszembetűnőbb egyébként a klaviatúra. Itt bizony már a szivárvány összes színét megtaláljuk, nem is akármi miatt, hiszen az MSI összeállt a SteelSeries-el, és ők alkották meg ezt a klaviatúrot gyönyört, amit láttak előttem. És bizony ez hozza a billentyűnkénti világítás, hiszen a SteelSeries-nek és az msi nak hála ezen a klaviatúrán minden egyes billentyű máshogy programozható. Működik a SteelSeries saját programja vele, Alias össze kombózni a headsetet, az egérpadodat, az egeredet, és a laptopnak a billentyűzetét, hogy olyan színkavalkád legyen, ami folytatja egymást, alias ahogy itt hullámzik, úgy hullámzik minden végig. Mivel beszéltem erről a színorgiáról, meg kell említenem nektek, hogy ha augusztus végéig valamelyik laptopból vásároltak egyet, részt vesztek a rádiumnál egy olyan nyereményjátékban, amiben bizony nyerhettek egy SteelSeries QCK Prism egérpadot. És miért jó ez nekünk? Hiszen ez is Steel és bizony ez az egérpad világít körbe, épp ugyanúgy, mint az enyém, hiszen az enyém is egyébként egy Steel Series, csak ő a nagy tesó. De nézzük tovább ezt a laptopot, hiszen nem csak arról szól ennek a dominanciája, hogy milyen klaviatúra van benne. Maga a tapipadon ott van a jobb és bal egérgombunk, ami tök jó, viszont, hogy őszinte legyek, az én személyes preferenciám szerint, Túlságosan kemény. Nekem nem volt annyira kényelmes, de mindenki menjen be, próbálja ki, és döntse el, hogy ő miképp vélekedik. Van rajta egy ventilátor sebességállító és egy dedikált gamer gomb is. A másik gépen ez nem volt dedikálva, de funkciós billentyűkkel elérhető. A gaming gomb elindítja nekünk a Dragon Center-t. A Dragon center több mindent meg tudunk csinálni. A tipikus gamer app, amiben beállíthatjuk azt is, hogy milyen erősségű legyen mondjuk a ventilátor, mennyire használja a processzort, emellett természetesen monitorozza az egész gépet, alias mindenféle használtságot láthatunk. Viszont vannak benne olyan olyan extrák, amik bizonyos játékokra vannak beépítve, mint például máshogy reagál majd a gépünk, hogy a dotázunk, hogy a counter strike vagy egyéb e -sportolunk. hiszen, mint mondtam, az MSI és az esport valahogy egy. Ennek a laptopnak a tetején is megtaláljuk egyébként a webkamerát és természetesen a mikrofont is, így hogyha szeretnénk videóhívásokra tökéletesen alkalmas a laptop. A dizájn nem az a szuper vékony design, dizájn, mint amit már itt-ott megszoktunk, ennél egy kicsit vaskosabb, így találkozunk több helyen mondjuk a monitor körüli peremmel, vagy akár a hűtőbordákkal, de szerintem kinézetre nincs itt ezzel gond. Mindkét gép esetében egy ansi magyar kiosztású billentyűzetet kapunk, viszont Ennél, mind a kettőnél a vékony enter van, amit én annyira nem szeretek, de túl lehet élni. Jobb oldalt megtaláljuk minden tartalomgyártó kedvencét, az SD kártya olvasott, de emellett ott van még két darab USB 3.0 port és bizony a töltő csatlakozója. A laptop hátulján nincsen semmi, csak a hűtőbordák. A laptop elején a tapipad alatt megtaláljátok az indikátorledeket, hogy éppen töltesz, vagy mit csinálsz. A laptop bal oldalán megtaláljuk a be- és kimeneti jackeket, találunk rajta egy USB-C-t, bizony egy USB 30 t egy mini display portot, egy teljes értékű HDMI-t, az Ethernetünket és végül a Kensington zárat. Mi van a belsejébe a gépnek? Van benne egy 9. generációs i processzor, van benne 8 GB RAM, ami DDR4, és bizony videokártyának egy 1660 Ti van, ami lehet, hogy rá fog verni arra, ami a kis testvérben van. Zöld színnel látjátok a GL63-at, ami az erősebb gép, és sárgával látjátok a GF-et, ami a jó árasított vékony gépecskénk. A Batman Arkham Knight-ban pontosan 40 FPS-t verre a G63 9 SDK a GF63-ra, míg a Metro Exodus-ban különböző ez 20 FPS, a Hitman 2 be ez 8, de legjobban talán az új Tomb raider be éreztük ezt az egészet. Minden tesztet 1080p-ben magas beállítások mellett végeztem. Viszont a játékoknál nem álltunk meg. Mindenki szereti a benchmarkokat, legyen szó a 3 d vagy a pc és bizony ezeket is ráengedtem. A PC már főképp azt nézi, hogy irodai felhasználásra, videóhívásra, táblázatszerkesztésre, egyebekre mennyire erős a gép és itt bár a GL vezet nem olyan sokkal. Ezután a Fire Strike jött, ahol majdnem kétszeres pontot ért el a GL63, ami azért eléggé szignifikáns. A Skydiverben már nem volt ennyire nagyon durva az előnye, ez az, ami laptopokra van optimalizálva, viszont azért itt is éreztük a dominanciát. Hiszen azért 100 ezer forint a 100 ezer forint, volt hol belenyúlniuk a gépbe. Kommentelésre fel, hogyha ti vásárolnátok laptopot, melyiket választanátok? Az erősebb GL63-at, vagy a gyengébb ám sokkal jobb áru GF63-at? Írjátok meg nekem a kommentmezőbe. Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és megosztani a videót hogyha szeretnétek ténylegesen megvásárolni a gépeket, vagy csak megnézni a specifikációkat újra, akkor a videó leírásában megtaláljátok a linket. Ne felejtjétek, hogyha most vásároltak ebben a hónapban, augusztusban egyet valamelyik gépből, akkor van lehetőségetek egy nyereményjátékba részt venni, ahol egy Chiriviri Steel Series egérpadot kaptak, ami még világít is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csodálatos napotok, én paplovak voltam! Na csókolom! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted a videót, és remélem jól érezted magad közben. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsd el megosztani és feliratkozni erre a csatornára. Viszont, hogyha szereted a gameplayeket, és szereted élőben nézni őket, akkor lásd meg a Twitch csatornámat, hiszen ott rengetegszer streamelek a héten, és mindemellett ezek vissza is nézhetőek az új YouTube csatornámon, ami a Paplovak Vodra hallgat. Lássétek meg, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csodálatos napotok, én Paplovak voltam, na csókolom!